Még a DK szavazóknak is az az érdeke, hogy lehetőleg ne Dobrev Klára, hanem egy nála konszenzusosabb jelölt legyen a közös miniszterelnök jelöltünk. Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje mellett, Karácsony Gergely, az MSZP, a Párbeszéd és az LNP kormányfőjelöltje is osztja Hódmezővásárhelyi polgármesterének véleményét. Abban viszont már nincs egyetértés, hogy erre ki lenne alkalmasabb. A felek pénteken egy asztalhoz ültek, és abban meg is állapodtak, hogy közösen vágnak neki a második fordulónak. Ahogy mondtam, például már is megállapodtunk a szakértői kormány koncepciójában. Abban a kérdésben nyilvánvalóan továbbra is megoszlanak kettőnk között a vélemények, hogy ki az, akinek az elsőbségével tudjuk a másik ember támogatásával megnyerni az előválasztást és a választást is. Hát nézzük a személygaranciát. Tehát, hogyha én miniszterelnök leszek, akkor az én kormányomban Márki-Zay Péter tulajdonképpen bármi lehet, mondjuk miniszterelnök helyettes. Vagy elszámoltatási atya úristen, vagy hogy fogalmazott a Partizán? Lépjünk vissza egy lépést, mert hogy még egy olyan vita is van ezzel kapcsolatban, amit ugye Jakab Péter pont ma eléggé előtérbe tolt, hogy azzal, hogy történik visszalépés, azzal most a verseny sérül-e, vagy egyszerűen a politikai logika ez diktálja. Ugye Jakab Péter ma azt posztolta, üzenve Karácsony Gergelynek és Márki-Zay Péternek, hogy srácok, mi lenne, ha nem legyőzni akarnánk egymást, hanem kiegészíteni, mi lenne, ha nem árkotásnánk a szavazótáboraink közé, hanem egyesítenénk őket, és szerinte össze kellene fogni, és így növelni az ellenzéki szavazók számát. Ez ugye, ismerve a DK Jobbik megállapodást, valahol egy kicsit Dobrev Klára védelmében szólhat ez a poszt, kimondva kimondatlanul, mert ugye, hogyha ketten indulnak, és marad ez, akkor valószínűleg Dobrev Klára lehet a befutó. Szóval jó ötlete visszalépkedni, vagy ezzel megint el lehet adni azt, hogy a füstös szobák újra előtérbe kerültek. Én ezt nem értem, hogyha játszunk egy társasjátékot, aminek ezek a szabályai, akkor most mit hisztíznek a többiek, hogyha... Tehát minden a szabályokon belül történik, nem? Tehát ezt szabad csinálni. Ilyet lehet. Nem valami olyasmit tesz Márki-Zay és Karácsony, ami le van fektetve és tilos. Vagy tényleg olyanok vagyunk, mint amikor gyerekkoromban mindig hisztiztem, amikor vesztést láttam, és fölborítottam a társasjátékot, hogy ne nyerjen senki sem. De ez butaság, azóta megnőttem, legyünk, komolyodjunk meg. Szerintem pontosan azt akarják csinálni ezek a szereplők, amit egyébként Jakab Péter javasol, összefogni akarnak, megnövelni a szavazótáborukat, és ezzel kijönni első helyen, és aztán majd Dobrev Klára is helyet kap a kormányban. Biztos vagyok benne. Na jó, de az kétségtelen, hogy így a táboron belül mélyítik az ellentétet az összefogással, és kiélezik azt, hogy van a DK és a Dobrev féle kormányváltás lehetősége, meg a másik. Szerintem az összefogással még nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó taktikai húzás, mert nem visszalépés. A visszalépésnél sokkal jobban hangzik. Egyébként nem tudom, hogy gondoljátok, de a szakértői kormány is Magyarországon nagyon-nagyon jól hangzik. Tudjuk, hogy az sem egyébként a világon mindenre megoldás, ezt más országokban már ugye láttuk, de ugyanakkor meg az embereknek van egy ilyen benyomás, hogy a politikusok, ugye azok, akik semmihez nem értenek, ugye jelen pillanatban ugye Orbán Viktornak ez az egyik fő handicapja, akkor hogy másodszor is használjam ezt a szót, hogy őre is könnyen rámondják, hogy még a büdös életben nem dolgozott. Tehát önmagában ez, hogy ők összefognak ketten, ezzel szerintem tényleg a világ, ahogy mondtad, ezzel semmi probléma nincsen, és ez meg, hogy párban indulnak, tehát tulajdonképpen... De ilyen praktikusan nincs, tehát a szavazólapon, most ugye beszéltük a reklám alatt, hogy vagy le lesz húzva egy név, ugye szombat estig lehet eldönteni, tehát hogy egy hét múlva ilyenkor tudnunk kell. Szerintem ki lesznek nyomtatva valószínűsítetően a szavazólapok. De le lehet húzni az utolsó pillanatban. Hát igen, csak ezt gondold el, ezt ennyi helyen lehúzegálni, és nem könnyű. Jó, de akkor meddig adtok határidőt? Hát nyilvánvalóan, ameddig a szavazás elindul, de a szavazást tart egy hétig. Na de menet közben már nyilván nem lehet módosítani. Hogy... Normális körülmények között ezt be kéne jelenteni. Csaba, mert ugye ő visszalépett, de... És azt nem lehet, hogyha véletlen rajta marad és rossz helyre húzták be, akkor az oda számítódik, akivel barátságot kötöttek. Igen. Én azt gondolom, hogy ha ilyesmit csinálnak, azt talán a politika elviseli. A társam nem biztos, hogy ilyen jó szívvel fogadja, bár egy kétfordulós választásnál ez belefér a rendszerbe. Mert hogy arra akartam ezt kifuttatni, hogy ez a párban folytatják és összefognak, ez, hát szóval, hogy mondjam, kommunikációnak lehet, hogy jó, de a végén
csak elválik, hogy szembe mennek egymással, és két helyre lehet x-elni, vagy egy helyre? Hadd mondjam el még azért a másik felét, amit akartam, csak azért, mert szerintem úgy lesz azért teljes. Az előbbi bejátszóban ugye az volt, hogy az igazi lottó ötös, az ugye az, ha Dobrev. Szerintem nem. A lottó ötös az pontosan az, ami az elmúlt 48 órában egy kicsit már így felcsillant. Az, hogyha ezek az emberek elkezdik egymást marni szabályosan, és azért ez már nem üzengetés. Tehát Jakab Péternek most, amit felolvastál, én ugye az egy része volt csak egy hosszú posztnak, de azért ebben volt ekézés elég rendesen. És mondjuk szerintem, hogyha ő az első háromban lenne, akkor ugyanúgy tárgyalna, ugyanúgy taktikázna, tehát nagyon-nagyon könnyű onnan most így rájuk szólni, hogy jaj, fiúk, hát egységesen, hát mit csináltok? A lottóötös egyébként Orbán Viktornak és a Fidesznek az tényleg gyakorlatilag így hátradőlhetnek a pattogatott kukoricával, és így végignézhetik, hogyha ezek az emberek megint azt az érzetet fogják kelteni egyébként a bizonytalanokban is, meg az ellenzéki szavazókban is, hogy nem képesek túllépni a saját egójukon, a saját, az, hogy ki milyen posztot akar, hogyha megint megismétlik, és ezzel gyakorlatilag egyébként az egész összefogást, tehát mindent, amiért dolgoztatok meg. Most beszéltél a szívemből és a lelkemből, mert én csak ezért sírom. De ugye, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv. Én is ezt érzem, hogy rábíztuk a választóra, azt mondtuk, hogy választ ki, és akkor nem adjuk, hogy ő döntsön. Egy része ezt nem szereti. Igen, viszont elvileg pont azért kétfordulós a miniszterelnök jelölti verseny, hogy az ilyen típusú taktikázásnak teret adjon. És alapvetően itt minden az ellenzéki összefogásban résztvevő pártnak az a célja, kimondottan, deklaráltan, hogy kormányváltás legyen. Azért engedtessék már meg az ellenzéki összefogásban résztvevő pártoknak, hogy felmérjék azt, hogy véleményük szerint kivel a legnagyobb esély. Kivel van a legnagyobb esély, ugye ezt beszéltük az imént, nincsen közvetlen választása a miniszterelnöknek, ez tulajdonképpen egy arc lesz, amit majd a zászlóra tűz az a koalíció, ami elindul a választásokon. Tehát itt effektíve miniszterelnököt ugye nem fogunk választani, hiszen azt majd a parlament és ugye a rajta keresztül pedig a köztársasági elnök fogja majd ugye hatalomba helyezni. De tulajdonképpen itt tényleg csak arról van szó, hogy kinek az arca alatt működhet a legeslegjobban ez az egész, és kinek az arca alatt tudja szerintem megszólítani leginkább azt a rengeteg apatikus választ. De Kriszta, ezt a választónak kell döntenie, vagy pedig a játékosoknak? Bocsánat, de az, hogyha ha két játékos összefog, és bármelyik a saját kárára azt mondja, hogy ő visszalép, hiszen akkor nyilvánvalóan a saját politikai ambícióiról mond le, akkor a választó... És a szavazói? De ezt láttuk, a körzetekben, hát hány helyen léptek vissza? Tehát, hogy hirtelen ez mikor lett probléma? Jött egy ilyen piros vonal, egy dátum, és azt mondtuk, hogy ó, tegnap még lehetett csinálni, de ma már nem. Hát teljesen jól működött ez a körzetekben. Ezt mondtuk a mai műsor elején, hogy az egyéni jelöltek egyfordulósak voltak. Ott nincs mód ezekre az egyeztető játékokra. Igen, és azt ugye nyilván a itt a második, itt pedig a miniszterelnök jelölteknél itt van a kétforduló, ami megadja a lehetőséget akár színfalak mögött, akár a nyilvánosság előtt lesz lejátszani. De hogy nem tesz jót az egész etoszának, az előválasztás etoszának, azt arra évekre visszamenőleg gyakorlatilag erodálná azt, amit itt gyakorlatilag mi hányszor beszéltünk. Van benne. Egyébként egy szó, ez a kiábrándító, hogyha az embereknek megint az lesz tényleg a megélése, hogy hát ezek már megint ott posztért marják egymást, meg én már megint mi akarok lenni, én akarok, tehát hogy már nem az a fontos, hogy kormányváltás, hanem mégiscsak azért az a fontos, hogy azért én oda beleüljek abba a székbe, azokat a legrosszabb régi mechanizmusokat fogja ugye megint előhozni, ami gyakorlatilag tényleg utólag fogja lerombolni egyébként előre, meg visszafelé is. Valamit nagyon sokat ártana. Nekem például, és még néhányunknak ez fixa ideánk, ez az előválasztás. És úgy hívtuk mi magunk között, hogy nulladik forduló. Amikor a Fidesz volt szíves 2011-ben megváltoztatni a választási törvényt, és eltörölte a két fordulót, ki herélte ezt a lehetőséget, és pont itt az előválasztáson az a legfontosabb, hogy előre kijöjjenek ezek az alkuproblematikák. És megtaláljuk az egy jelöltet, hogy egy csak egy maradhat, mint a filmben, nem a James Bondban, a másikban, hogy megmaradhasson az az egy jelölt, akinek megvan az alkalmassága, és a listavezetőt is megtaláljuk. Közös program, közös lista. Rettetesen fontos, hogy ez végre sikerült. Na most, ha ez sikerült, akkor nem kéne elrontani avval, hogy a választó
nem érdekes. Ez annyira érdekes, hogy most, ha jól értem, akkor abszolút döntetlenre hozzátok ezt a vitát, mert hogy ti ketten azt mondjátok az Andrásra, hogy tök rendben van, hogyha visszalépnek, ti meg azt mondjátok, hogy nem. Nem, nyugodtan én is azt mondom, hogy taktikázzanak. De hogy árt az egésznek. Nem. A marakodás árt. Hát igen, átlép egy bizik, nem. Az a baj, hogy ezt egyébként, ahogy te is azt mondtad, hogy Karácsony Gergelynek is éreznie kell bizonyos hangsúlyokat. Az árt, hogy én azt látom az elmúlt 48 órában, ez már most elkezdődött egyébként a fokozódás ennek az egésznek. Ami már azt mondom, hogy ekézése a másiknak. Azért mindig nagyon udvariasan megtartottak egy bizonyos pontot, hogy az ne kérdőjeleződjön meg, hogy mi a cél, hogy a kormányváltás a cél. Ez már a szimpatizánsoknak szól. Ezt akarom mondani, fele. Mi jön le a választónak? Ezt akartam kérdezni. Mi a választónak? Az a veszély, amit te érzel, az valós veszély. Egyértelműen. Elmenjek-e a második fordulóba? Én nem örülnék neki, hogyha 633 ezernél jóval kevesebben mennének el. Sőt, azt szeretném, hogy az éles versenyben még többet szóljon bele az állampolgár. Ehhez azt kell, hogy így kiélezzék. Tehát lehet, hogy ez egy teljesen tudatos stratégia. Szerintem nem? Biztos, hogy nem. Én azért azt látom, hogy egy kicsit most így hirtelen mindenkit arcol vágott tulajdonképpen, vagy így, vagy úgy, de mindenkit arcol vágott az eredmény, és mindenki megpróbál ugye taktikázni. Csak hogyha az az érzése lesz az embereknek, hogy ezek már megint ugyanazok, hát már megint itt tartunk, akkor gyakorlatilag biztos, hogy nem fognak egyébként a második fordulóban sem, meg főleg a választásokon nem fognak elmenni, kiábrándulnak gyakorlatilag, mire odáig eljutunk. Megölik ezt a gyönyörű gondolat. Meg, az egészet egyébként. Nekem is valaki van olyan bátor és felvállalja azt, hogy ha úgy gondolja, hogy valakinek vissza kéne lépnie, akkor mond egy nevet? Menjünk körben. Hogy valakinek, már nem is a kérdéseket sem értem. Coming out. Kinek kéne visszalépnie? Ja, a két srác közül. Hát fura, hogy így Jakab Pétert idézel, de hát... Ez már coming out. Én újságíróként hadd ne mondjak senkit, mert nekem egyébként tényleg objektívnek kellene, és én ezt tartom, és azért mondtam, hogy ki az, mindenki aki... mellett tudnék érvelni amúgy. Én is passzolnék tisztelettel, a tisztből fakadom. Mi milyen egyszerűen meg? A hölgy, aki az elsőbség, akkor most fedezékbe vonulok, és majd onnan, hogyha minden rendben van, lövök. Igen? Hát ez nagyon nehéz, egyébként mind a két jelölt mellett vannak érvek. Én mondjuk azt egy nagyon komoly érvnek tartanám a Fidesz ellen, hogy miután tele van plakátolva az ország, hogy stop Gyurcsány, stop Karácsony, egy olyan ember lenne, aki nyíltan Gyurcsány kritikus, és ezzel mondjuk éppen most azt mondtam, ma éppen ez a véleményem, de hogy mondjuk akár Karácsony Gergely lemondhatna a politikai ambícióiról, és azt mondaná, hogy egy olyan ember támogat, akire mondhatná azt, hogy mondjuk behúzzák a jobbikosok, és behúzzák. És ő a helyettes akkor. És igen, még ezzel nem is lépett vissza, csak helyettes. És ugye akit a Momentum és a Jobbik mondjuk is mondjuk ezzel már be lehet húzni Márki-Zay Pétert is a Gyurcsány mezőbe. Igen, de azért teljesen más. Tehát egy volt Fidesz tagról beszélünk, aki egy keresztény családapa, és akinek egyébként nagyon-nagyon sok hibája van itt a bírók listázásától az Orbán Gáspárral kapcsolatos fellépéség, amit mondjuk én nem nagyon tudok tolerálni, de mégis egyébként taktikailag viszont azt gondolom, hogy ez egy olyan ék lenne a fogaskerékben, amit nem biztos, hogy most hirtelen tudna kezelni a kormányzati kommunikáció gépezete. Ez nagyon okosan hangzik, tényleg, csak én meg nem vagyok okos, én mindig így érzelemből döntök, és én a másik, tehát én a fordított szituációt mondanám akkor. Szerintem többen vannak ebben az országban, akik nem okosak, és a szívükkel döntenek, és ebben hasonlítanak rám, és azt gondolom, hogy én voltam már egy műsorban is a Márki-Zay. És nagyon-nagyon korrekt volt, ahogy hozta a nagy füzetét, és mindent jegyzetelt, és mindent, és tényleg hogy csodálkozva néztem, és arra gondoltam, hogy egy robot, ami nagyon jó, nagyon szuper, szeretem, hogyha robotok végeznek bizonyos feladatokat, de azt szeretem, hogyha a vezető egy ember, és én ezt sokkal inkább látom Karácsony Gergelyben. Hadd mondjak még szem. Jó kis kör volt, nem? Jó kör volt. És iratkozol? De szerinted, azért nem most jöttem a falvédőről. De azért vannak még szempontok, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ezt mérlegelik-e a választók. Mi van akkor, hogyha egy kormányváltás után olyan miniszterelnöke lesz az országnak, aki mögött nem áll párt? Mennyire lesz nehéz dolga? Mert ugye nyilván a törvényeket meg kell tudni szavaztatni, ilyen szempontból ugye Dobrev Klára az, aki mögött egy stabil, jó értelemben véve vett, gépezett hadsereg áll, és a DK az beáll. Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely szemben sokkal-sokkal nehezebb helyzetben van. Ez vajon szempontként fáj? Szempont ez is, de ha mondjuk Márki-Zay Péter futna be végső győztesként,
és ő civil arcot is mutat, és pártellenes attitűdöt is felmutat. Ez lehet szimpatikus. Azon kívül változhat a világ. Állhatnak be mögé. Jó, de a politikai logikában neki nehéz dolga lenne akkor, hogyha nincs mögötte stabil frakció, meg még, egy nagy... Még egy mondat, most ki fog alakulni egy közös lista, és ezáltal ki fog alakulni egy közös eljárás, és mindenki aláírta, aki részt vesz ezen a versenyben, hogy mögé áll a győztesnek. Tehát nem lesz ebből ilyen nagy balhé. Viszont van még valami, ez már egy politológiai szakifejezés, győzteshez vonzódás. Tehát megváltozik az erőtér. Abban a pillanatban, hogy ő vagy a másik lesz, mögé állnak egyrészt, és szeretnek oda tartozni, mindenki partizán lesz. Érted? Értem, de szerintem nem ugyanarra gondolunk. Én arra gondolok, hogy amint létrejön egy új kormány, ott újraosztódik az erőtér, a minisztériumok, az államtitkárok minden mentén. És jön egy külsős. Az mindenkinek nehéz lenne. Itt gyakorlatilag olyan tojás héjon táncolás lesz, ha úgy alakul, hogy őszintén szólva szerintem, ha valódi keresztet keresünk, akkor én azt gondolom, hogy most a miniszterelnöki pozíció lenne egy esetleges kormányváltás után a valódi kereszt. Ez már a kettős kereszt. Jó, még egy szempontot akkor vessünk fel, most itt a személyes szimpátiák meg a kőkemény logika mellett, mert ugye Márki-Zay Péter a három feltételét a szakpolitikai érvek mentén hozta, ami gyakorlatilag az adatok után az első volt, és itt kenyértörésre próbálták vinni a dolgot, hogy lehet-e kétharmados felhatalmazás nélkül alkotmányozni, a DK szerint lehet. Most ugye Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ő úgy gondolkodik, hogy úgy, ahogy van az alaptörvény, mivel egy párti, az nem él, ennek alapján a kinevezettek kinevezése is jó, úgy, ahogy van. Jogászokat ne kérdezzél ilyesmire, tudom, mert tudom, itt most három jogász így fogja a fejét, de hogy van-e értelme az alkuba ilyen szakpolitikai érveket, ilyen, hát hogy mondjam, elveket behozni, mert azért ezek elvi kérdések. Ez egy ügyes kommunikációs húzás volt. Jó esetben ez is kellene, hogy számítson. Abszolút, egyébként szerintem számít is, hogy ő nem a többieket kezdte el rögtön szurkálni, hanem gyakorlatilag már megint, mint tegnap mondta nekem egyébként pont egy rádióműsorban valaki úgy fogalmazott, és ezt most hadd lopjam tőle, mert nagyon jó kifejezés, hogy ez olyan államférfi megnyilvánulás volt, hogy ő már mindegy ilyen az ország sorsára tekintettel olyan feltételeket szabott, mint hogyha ebben a stádiumban ennek bármilyen jelentősége lenne. Amúgy egyébként szerintem nincsen. Tehát az, hogy közben kiemelte fel a telefont, kikit hívott fel, hogy indultak el rögtön ezek a fajta ilyen, ki lesz a helyettes, ki hogyan taktikázik, itt alapvetően ez zajlott, nem az eurónak a bevezetése volt akkor ott a téma, hogy Gergő, engeded? Tehát. Viszont ugye gyakorlatilag azt egyértelműen kijelentették, hogy valamelyik őjük vissza fog lépni a másik, vagy hát ugye ez a párban indulás, de hogy valamelyik őjük vissza fog lépni a másik javára. Tehát tulajdonképpen itt... Az egyik nevet kihúzzák. Igen. És egyébként ez én azt gondolom, hogy ha már itt tényleg az együttműködésről van szó, vagy ugye ahogy Hofi mondta, hogy az elvtársaknak meg kell tanulni, hogy egymás kezét kell fogni, nem egymás nyakát, szerintem ez most tipikusan egy olyan helyzet, amikor ez egyébként egy távolabbra mutató, mert ahogy az imént is mondtam, valaki fel fogja adni a saját ambícióit, legalábbis jóval lejjebb fogja. Nem, fel kellene adni. Fel kell adni. Az Emily kérdései már egy fázissal előrébb mutattak, hogy fog működni, stb. Előválasztásban vagyunk, és a nagyválasztásig van minimum egy fél esztendő. És ha kilegeszesedik itt az előválasztási úgymond csapat, amelyik föl fog állni a vezetőjével együtt, majd lesz módja ezt helyre tenni. Annyiban nem mutat előre, kicsit leegyszerűsítem, és most én is lopok a 444-től, mert volt egy nagyon megfogalmazásuk a podcast címadásban. Úgy fogalmaztak, hogy a politikai vérszomj és az óvatos átmenet közti vita dönti majd el a miniszterelnök ki előválasztás. Tehát, hogy ki az, aki erőteljes, itt most nyilván a DK-ra gondolnak, és ki az, aki óvatosabb, mondjuk a Karácsony Gergely vonal estimmel? Szerintem borzasztóan stimmel, nyilván nem véletlenül idézette is, viszont erre nincs ennyi idő. Ebben nem értünk egyet, nagyon-nagyon kevés idő van. És főleg azért, mert... Hát nem csak azért, hanem mert az előző kérdésed még erre. Tehát most kellene megtanulni gyakorlatilag koalícióban gondolkodni. Tehát koalíciós... Hát nem. Gyakorlatilag... Hát most nem lehet, hát él a verseny. Az oké, de a versenyben már, de ha belegondolsz, ugyanazok a készségek mozognak most. Tehát az a fajta tényleg...
egyszerre taktikázás, egyszerre egységépítés, és ezért volt ez egy fontos kérdés, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a szavazópolgár elhiszi-e, hogy fognak tudni ezek együtt működni. Magyarországon mikor sikerült a koalíciós kormányzás? Nézzük bele az önkormányzatokba, azért ez működik. A Fidesz-KDNP-nek tök jól működik. Mindjárt mondok egy csomó olyan önkormányzatot, ahol már ugye folyamatosan gyöngyöstől kezdve. Mi oldalunkról hibákat lemegentek, érjük meg azt, hogy ez a bizonyos szivárványkoalíció, vagy akár hogy nevezzük, működik az országban. De most nem, az önkormányzatok jó példa, ugyanakkor meg tényleg tudunk olyanokat, ahogy úgy robbannak szét ezek a koalíciók, egyébként, hogy így öröm nézni, idézőjelben öröm nézni, meg nyilván nem. Egyetértek abban, hogy ezt szokni kell és tanulni kell. De az előválasztásnál még folyik a verseny. Várjuk már meg ennek a végeredményét, és utána kell ezt az egységet fölhánytorgatni. Nem, folyamatosan mutatni kéne az egységet. Most tehát nem nézi a néző, a versenyt nézi, nincs vége. Na, most meg a reklámot fogja nézni, mert egy pici reklám jön, utána nagyon fel fogod magad húzni, ezt mondom előre. Jaj, mert a Fidesz-szel fogunk foglalkozni. Azt nagyon bírom, igen. Úgyhogy ezzel jövünk, visszatartsanak velünk akkor is.